Próbáltad-e már, hogy úgy tekintesz a testedre, mint aki mesélni tudna? És hogyha beállnál mesztelenül a tükör elé, akkor mint egy novellát el tudna neked mesélni. Milliméterről milliméterre látható és láthatatlan emlékezések nyomait rejti a tested, hogy a heg a lábadon, kezeden, ahol csak van, annak mi is a valós története. Milyen érzelmeket raktároztál be mögé, hogy egy-egy horzsolás mögött milyen élmények vannak, akár gyerekkori balesetek és a többi, de ez ugyanúgy történhet felnőtt korban is. A nyakadba milyen csókok emléke rejtőzik, hogy a tested különböző részeit mikor és ki és hogyan érintette, amik örömteliek voltak, kellemesek és finomak, és egyszerűen csak szívet melengető érzések indulnak el benned. Mi lenne a te tested története? Hogyan nézne ez ki? Gondolj csak bele, hogyha végre befejeznéd az önbántalmazást, ha végre az állandó kritikát abba hagynád, akkor milyen viszonyod lehetne a testeddel? Hányszor mondjuk azt, hogy itt hepe-hupa, ott túl nagy, ott túl kicsi, itt nem elég vékony, és amúgy vizesedik is, és amúgy meg ezt produkálja, meg azt produkálja, meg a pattanások is kijöttek rajta, és különben is. És egyszer sem kérdezzük meg, hogy de mit mutatsz, és mit szeretnél, mire van szükséged. Pedig nagyon-nagyon egyszerű lehetőségek és módok vannak arra, hogy egyszerűen csak megismerjük a testünket, és ezáltal megismerjük önmagunkat. Hogy eljussunk odáig, hogy oké, ezt most eddig így csináltam, és még mielőtt megítélném például egy ilyen önkorbácsoló mondat után, hogy már megint mit csinálok, egyszerűen csak azt mondanám, hogy oké, abba hagyom. Rendben, akkor most megszeretgetlek, hozzáérek, megsimítom, megszeretgetem, beülök egy forró fürdőbe, elviszem szaunázni vagy futni, amit csak szeretne, és amitől jobban érzi magát. És hogyha ezekre a jelekre figyelsz, megint csak azt tudom mondani, egyre közelebb és közelebb, és harmonikusabbá válik a kapcsolatod a tested, lelked, szíved, elméd között. És a rendszer fel fog állni egy jól működő rendszerré, amiben hihetetlenül nagy szabadságod van, ami nem másról szól, mint hogy jól érzed magad a bőrödben, hogy jól vagy úgy, ahogy vagy, és már nem szeretnél megfelelni másoknak.